Hétköznapok, a Hitrádió interaktív világnézeti műsora. Aktuális társadalmi, közéleti és spirituális kérdésekre keressük a választ a Hit gyülekezete lelkészeivel és szakértő vendégeinkkel. Hétköznapok. Keresztény szempontok, értékrend, világnézet, érvek és ellenérvek. Hétköznapok. Minden hétköznap déltől és este 19 órától itt a Hitrádióban. Hétköznapok. És kezdődik is a Hétköznapok. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Király Tamás vagyok, és itt van velünk a stúdióban Abaházi Zoltán és kedves felesége Anetta. Ők lesznek a mai vendégeink. Szervusztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Szia Tamás, mi is köszöntjük a hallgatókat. És egyébként az adásunkat vasárnap 21 órakor fogjuk megismételni, és visszahallgatható a teljes egész a Hitrádió archívumában, az archivum.hitradio.hu címen. Majd ilyen általános pásztorválaszot fogunk tartani, érkeztek kérdések, úgyhogy ezekre várjuk a válaszotokat. Így szól az első kérdés. Sziasztok, a maximalizmussal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Szerintetek mennyire szerencsés, ha valaki fiatalon mindig a tökéletesre törekszik, és sohasem elégedett? Egy tanárom azt mondta, hogy veszélyes, ha egy fiatal megelégedik, mert akkor nem jut előbbre. Válaszotokat előre is köszönöm, Adri. Mi is köszönjük, édes. Kezded? Te vagy egy maximalista. Ki a maximalista kettőtök közül? Köszöntöm én is a hallgatókat. Egyikünk se. Na, az szerencsére. Ez a boldog házasság titka. Nem feltétlen. De igen, ez egy jó mondat volt ebbe a kérdésbe, hogy veszélyes a maximalizmus. Szerintem is veszélyes, mert szerintem egy életen keresztül nem jó az állapot, hogy valaki nem elégszik meg. Nyilván, hogyha többre törekszik, és el akar érni még többet, az nem baj, de a maximalizmusban azért benne van egy ilyen nagyon belső feszültség, és egy ilyen soha nem elégedettség, és ez egy csapdahelyzet lehet, ebbe bele lehet tényleg csavarodni. Nem tudom, hogy ennek biztos, hogy vannak fokozatai, de bizonyos szinten jó, ha valaki valamit, amit csinál, azt nagyon jól csinálja, nagyon jól akarja csinálni, de hogy annyira tökéletesnek lenni a Földön úgy se lehet. Tehát igazán ezt föl kell ismerni. Tehát valaki, én anyukákat ismertem, akik maximalisták voltak. És a gyereknevelésben? Hát a gyereknevelésben meg az anya mi voltjukban maximalizmus alakult ki, tehát az, hogy valaki, ezt már többször elmondtam, hogy tökéletes feleség, tökéletes anya, tökéletes rend van otthon, meleg étel mindig, nyugalom, béke, jól nevel gyerekek, tehát ezt felejts el, ilyen nincsen. És szép feleség is. És persze is a feleség, és persze úgy néz ki, mint valamelyik újságból most lépett volna ki, ilyen nincsen, és ismertem hölgyeket, akik nagyon rendszeretők voltak, és amikor 2-3 gyerekük lett, és minden a feje tetejére állt, akkor iszonyúan vádolták magukat, és állandó feszültségben voltak, hogy képtelnek ezt megoldani, és én is emlékszem erre az időszakra, amikor több kisgyerekkel otthon voltam, ugye 4 gyerekünk van, és hát minden 4 kicsi volt, otthon volt, és amikor egy idő után azt vettem észre, hogy egyre lejjebb adom én is ezt a rendszeretést, és amikor már így egy ilyen kupac legón így napokon keresztül, már tudtam, hogy hova kell lépni, hogy ne lépjek rá. Szóval valahogy ezen át kell menni szerintem, és bizony lejjebb kell adni. Én nem azt jelenti, hogy igénytelenek legyünk, de nem szabad becsavarodni ebbe a dologba. Nekem egy másik része jut eszembe, hogy mindenki a saját területén, pásztorlásban sokszor előfordul fiatalokkal is, de idősekkel, vezetőkkel is, stb., hogy szeretnék, hogy ne legyen folt az életükbe, mert attól félnek az emberek. Ha elrontom, ha rosszul döntök, ha hibázok a társválasztásban, a jegyességben, és van esetleg egy fölbontott jegyességem, az már egy olyan pecsét, amivel én már meg vagyok bélyegezve, és ettől való félelem, abban biztos, hogy az ember elrontja. Tehát én is azt gondolom, hogy az ember egy fejlődő lény, és úgy nem tudja leélni az életét, hogy ne hibázzon. A cél az, hogy a hibáinkat fölismerjük, lehessen bennünket szembesíteni a hibákkal, és lehessen kiavítani. Olyan ember nincs, aki csak a máskárán tanul.
bölcs, aki a más kárán tanul, de mindannyian tanulunk abból, amikor elrontottuk. És az eleje, az biztos, hogy ahhoz ilyet. Ugye fiatalokkal foglalkoztok, én meg sokat beszélgetek fiatalokkal, és kicsit azt látom, hogy vannak olyan fiatalok, akik egyáltalán nem maximalisták, de azért mégis úgy mennek előre a dolgok az életükben, lazán veszik az akadályokat, és vannak, akik meg nagyon-nagyon meg akarnak felelni, és sokszor ez a megfelelési kényszer, a maximalizmus az, ami akadályozza őket. De hogy ez nyilván nem saját maga dönti el azért első körben az ember, hogy én hogy akkor ilyen leszek. Szóval, hogy mi van akkor, ha valaki ezzel a túlzott maximalizmussal küzd, ami mondjuk már nem egészséges, ebből ki lehet jönni? Biztos, hogy ki lehet jönni. Szerintem az a, ott, én ott ragadnám meg, hogy az ember lehessen szembesíthető a hibáival. Uh-huh. Tehát az a jó ember, akinek szembe lehet mondani, hogy figyelj, veled ez van. És amikor felismeri, hogy tényleg, akkor nem bebújik valami mögé és visszatüzel, hanem elkezd elgondolkodni. És főleg a fiatalság szerintem egy ilyen, ahol tényleg hozott anyagból dolgozunk, a személyiségünket nem mi raktuk össze az interneten, meg a Facebookon mindegy profilt, hanem ezek öröklött hajlamok, és ezeket kell kijavítani. Hát tulajdonképpen ez a kereszténység és az újjászületésnek a célja. Talán az egyháznak is egyébként feladata, hogy ne terheljen akkora elvárást egy fiatal felé, hogy rögtön kész szolgálók jöjjenek ki, hanem hát hibázó. Ez meg egy kicsit ugye azért nehéz, mert van előttünk pár generáció, akik közül azért tényleg már túl vannak mondjuk azokon, amiken mondjuk a mi generációk meg még nincs. És lehet, tehát, hogy néha bennünk is megvan az, hogy olyan jó lenne már kész embernek lenni, meg tökéletesnek lenni, aztán nyilván szembesül az ember vele, hogy nem így van, de ez azért szintén, főleg egy olyan közösségben, mint mondjuk Magyarországon a Hídgyülekezet, ahol azért tényleg sok olyan ember van, akik példaértékűen élnek még a nagy magyar átlaghoz képest is. Igen, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a Hídgyülekezete is indult valahonnan, és az, ahova eljutott az első generáció, sok pofonon, sok dolgon, amivel szembesültek, és szembe kellett nézni, és jutott el, és ezt a fajta utat, ezt senki nem tudja megsporolni, a tapasztalati kipróbált jelleget, ahhoz idő kell. Sőt, azt gondolom, hogy nevelés is, tehát nevelés nélkül senkiből nem lesz tökéletes, maga nem tudja az ember nevelni magát, de hogyha félnek a fiatalok, hogy nehogy elrontsák, abból biztos, hogy a nagyobb baj lesz, mint hogyha van egy szabadság, hogy igen, bátran csináld, és akkor, mikor valamit rosszul, akkor kicsit helyre van állítva, hogy figyelj, az irány, az nem annyira jó, itt egy kicsit, és én egyébként látok ilyen embereket az egyházba, akik sokszor elmennek a falig, kapnak ott egy pofont, vagy egy útbaigazítást, akkor elmegy a másik irányba ott is, és akkor így nagyjából be tudja határolni, ez a középút. Ez a fal. Melyik üt nagyobbat? És ha már itt tartunk, én azt gondolom, hogy a mennyei atya, én azért atya, mert ő ez a földi létnek a célja, a nevelés. És ő sem olyan, hogy hát ha tökéletesek lennénk, akkor nem kéne ezt az egész földi létet végigélni. Sőt, ennek pont ez a célja, hogy nevelni akar pont olyanokon, hogy igen. Sokakat láttam most le is zárva ezt, olyanokat, akik nem mertek lépni pont azért, nehogy elrontsák. De hát akkor abból egy helybe topogás van.